Hancsovszky János fényképész fotóriporter, kicsi gyermekkora óta élt Érden, munkája révén pedig rengetegen ismerték őt. 1976-ban a Pest megyei hírlap érdi mellékletében jelentek meg első felvételei. Az elmúlt évtizedekben megörökítette Érd fejlődésének minden fontos pillanatát is, sokat tett a településért, aktív tagja volt a közösségnek. Hancsovszky János tragikus hirtelenséggel január 23-án életének 73. esztendejében hunyt el. Temetésére az Ercsi úti temetőben került sor, amelyen Erdélyi Takács István református lelkész mondott gyászbeszédet. Ha a lépések vezetnek baj bennünket sírjától tovább, minden mozdulatunkban, kimondott gondolatainkban, sőt, a tekinteteinkben, mindenben ott lesz és elkísér. Emlékszünk rá, mesteri módon szerette megörökíteni a pillanatokat. De nem csak fényképeket készített, hanem volt, amikor tollat is ragadott. Életének egyik legszebb időszaka volt, legcsodálatosabb módon mindig emlékezett rá, amikor a Pest megyei hírlapnál dolgozhatott. Teljesen beteljesedett az ő élete. De azt is mondhatnánk, hogy az érdi ipartestületben. De azt is mondhatnánk, hogy az érdi horgász egyesületben, vagy a sport egyesületekben, vagy a város közéletében, vagy az érdi református gyülekezetben. Hol nem volt? Ahol maradt hely, ahol ő ne fordult volna meg. És sokat mesélt. Sok mindent elmondott. És hát ezek a pillanatképek most itt kavarognak bennünk, közöttünk, felettünk. És összeáll a kép. A gyászszertartást követően a jelenlévő gyászolók végső nyughelyére kísérték az egykori fotóriportert, Hancsovszky Jánost. A sírhelynél a családtagok, a barátok, az ismerősök, a kollégák elhelyezték koszorúikat és az emlékezés virágait.